A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, én azt gondolom, hogy a sportbarátok nem panaszkodhatnak, hiszen a közösségi oldalak tele vannak azokkal a fehérvári sikerekkel, amelyek azt hiszem megerősítést jelentenek az edzőknek, a felkészítőknek, a résztvevőknek, a sportolóknak. És mivel én azt gondolom, és hozzáteszem, hogy bizony vannak olyan sportágak, amelyek méltatlanul kevés figyelmet kapnak, ezért gondoltam úgy, hogy egy olyan vendéget invitálok meg ma ebbe a beszélgetésbe, aki meg annyi sikerrel büszkélkedhet, a legnagyobb siker természetesen Benedek Dóra, hogy itt van velünk, a Phoenix Rock'n'Roll Sportánc Egyesület szakmai vezetőjeként. Örülök, hogy itt vagy, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a meghívást. Na, ugye két csoda történt, egyik a gyermeked születése, ezúton is gratulálunk. Köszönöm. Nincs kétségem felőle, hogy amint felnövekszik, hiszen még töpörtyű, akkor megvan már, hogy milyen sportágat választ. Másrészt pedig hát a világkupa, azt hiszem, hogy ez megint megerősítést jelent valamennyi a Phoenixben dolgozó edzőnek, felkészítőnek, táncosnak. Igen. Egy kicsit beszéljünk erről röviden. Hát azt gondolom, hogy így a karrieremnek a csúcspontja volt ez a pillanat. Ljubljanában került megrendezésre ez a nemzetközi verseny. Világkupát ebben a felnőtt kisformációs kategóriában most rendeztek először, úgyhogy mindenki nagy izgalmakkal várta ezt a megmérettetést, hogy mégis a külföldi pontozógárda hogy fogja megítélni azokat a magyar csapatokat, akik eddig a topba és a krémbe tartoztak. Mi két formációval indultunk, és hát az első és a második helyet hoztuk el. Úgyhogy hát én a kisbabám miatt otthonról izgultam végig, most már szerencsére a technika megengedte, hogy ugye élőben nézem a versenyt, illetve folyamatosan videóhívásokkal instruáltam a tanítványaimat, és végülis végignéztem a felkészülést is a versenyre, és ilyen interaktívan végülis a részese voltam a versenynek, de otthonról, úgyhogy nagyon különleges pillanat volt ez. Hogy zajlott a felkészülés? És én azt gondolom, hogy egy ilyen rangos megmérettetésre alaposan fel kell készülni, koreográfiával és így tovább, és ráadásul ezt át kell érezniük a táncosoknak is. Így van. Igazából mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a sportágunk folyamatosan mozgásban tart bennünket, hiszen a versenyszezon az nagyon sűrű, úgyhogy versenyről versenyre készülünk, és ez a felspanolt állapot, ez szinte így kitart az egész szezonban, és amikor közeledett a világkupa, akkor nagyobb fokozatra kapcsoltunk, még több edzést iktattunk be, illetve egy kicsit más szempontból készítettem őket, leginkább mentálisan kellett egy kicsit más oldalról megközelítenem a felkészítést. Igen, mert én azt gondolom, hogy ez egy különleges megmérettetés, tehát fellépni valahol bármely rendezvényen az egy dolog, de arra felkészülni, és ráadásul úgy, hogy ez egy valóban egy nemzetközileg is kiemelt verseny, az egy kicsit más. Igen, egyébként is a külföldi versenyeken egy picit más, hogy priorizálják a szakmai nézeteket a pontozóbírók, tehát egy kicsit mást kell mutatnunk magunkból ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Illetve igen, vannak olyan táncosok ebben a két kis formációban, akik most szerepeltek először nemzetközi megmérettetésen, úgyhogy nagy volt rajtunk egyrészt a nyomás, hogy sikerüljön azt megmutatni a színpadon, amit igazából tudnak, másrészt pedig ez az izgatottság, ez a tetőfokára hágott már a verseny hetében. Hol tart ma? Most nyilván annak tükrében kérdezem, hogy a Phoenix remek eredményeket ér el a nemzetközi versenyeken, itthon nem különben, de hol tart egyébként a magyar sporttánc, illetve hol tart a nemzetközi sporttánchoz viszonyítva?
A magyarok nagyon-nagyon eredményesek nemzetközi szinten is. Leginkább párosokban van több olyan kategória, ami a magyar versennyel kéz a kézben jár. A formációs kategóriák közül csak két kategória van, ami nemzetközi porondon megmérettetésre kerülhetett eddig, két nagy formációs kategória, úgyhogy ezért újdonság, hogy most a kis formációt is bevették ebbe a körbe. Igazából nem nagyon tudok olyan kategóriát mondani külföldön, ahol ne érnének el a magyarok fantasztikus sikereket, úgyhogy nagyon előjárunk. Tehát ez a csúcs nyilvánvaló, és nagyon-nagyon fontos. No, tehát akkor most pedig menjünk vissza az időbe egy kicsit, és olvassunk bele annak az ifjú hölgynek a naplójába, aki arról álmodozott annak idején, hogy hivatása lesz, és nem a szenvedélye, magyarul a sportnánc, és ezt a naplót nem más írta, mint Benedek Dóra. Igen, egyébként létezik ilyen napló, 12 éves koromban írtam, ahol már tudtam, hogy tánccal szeretnék foglalkozni. Érdekes, mert az első koreográfiáimat nem akrobatikus rakendol stílusban írtam, hanem ahol én felnevelkedtem egyesület, ott nagyon sok ilyen kis látványtánc koreográfia is készült a fellépésekre. És volt egy legjobb barátnőm, aki a csapattársam volt, és általában ő roki koreográfiákat írt, én pedig ilyen kis látványtánc koreográfiákat, és a naplomban az szerepel, hogy mi együtt fogunk egy egyesületet majd megalkotni, és akkor én a látványtánc vonalat fogom képviselni, ő meg a rokit, de hát aztán elég hamar változott ez a dolog, és mikor már csapatokat kaptam, edzhettem őket, foglalkozhattam velük, akkor már természetesen a roki vonal volt nálam is a legerősebb. Tehát a balatonfüredi lány elindult a maga útján, igen, és megcsinálta azt, amit megálmodott, ami a szenvedélye volt. Igen. Mikor lett ebből, mikor érezted úgy először, hogy ebből valóban hivatás lesz? Hát azt gondolom, hogy olyan nagy kérdés ebben bennem soha nem volt, olyan természetes és kézenfekvő volt, hogy én ezt fogom csinálni. Nagyon sokat köszönhetek a szüleimnek, illetve nagyon szerencsés vagyok, mert mind a ketten nagyon ambíciózus vállalkozók egyébként, édesapám pedig országúti kerékpáros, és a mai napig külföldre versenyekre jár, és rettentő sikeres. Tehát volt egy példa előttem, hogy igenis, hogyha az ember dolgozik, és alázattal viseltetik az iránt, amit szeret, akkor annak van eredménye, és érdemes belerakni az időt, energiát. Tehát az eleve elrendelés meghozta az álom megvalósulását is egyben. Idestova 10 esztendért 2012-ben indult el a Főnix. Ez egy fontos lépés volt? Igen, nagyon. Én úgy is gondolom, hogy kicsit furcsán hangozhat, de az első gyermekem az az egyesület, a Főnix. Úgy tekintettem rá mindig, hogy az az én kis megvalósulásom, az én kis gyermekem. Ugye nagyon nem építettem magam köré szakmai stábot például, tehát nem dolgozom nagyon sok edzővel együtt, hanem szinte a szakmai részét az szinte egy az egyben én képviselem, és valahogy így ehhez így ragaszkodom is nagyon, mert azt érzem, hogy nem csak a sportágat képviseli ez a klub, hanem azt a fajta gondolkodásmódot, értékrendet, azt a morált, amit én magam is képviselek, és emiatt úgy nagyon, nagyon, nagyon a magaménak érzem, szóval úgy teljesen az életemet átszövi. Tehát ez hozzájárul a mentális egészséghez is nyilván, bizonyos értelemben. Igen. Az nagy lépés volt, hogy a táncközpont megépülhetett, hiszen az mindennek az alapja, hogy egy olyan otthonra lejjenek a tánckedvelők, ahol aztán a későbbiekben egy csapatot, közösséget alkossanak. Szerintem az egyik legjobb döntésem volt, hogy a táncközpont vált az otthonunká,
igazából az élet hozta ezt a döntést, mert nagyon sok helyen tartottam foglalkozásokat, és mindegyik helyszínen volt valami igényem, ami nem valósult meg, vagy a szülőknek nem volt egy tér, ahol várjanak, vagy rohannom kellett egyik helyről a másikba, és az idő szűke az, ami folyamatosan futott utánam, hogy át kell érnem, itt az edzés bezáródik, akkor gyorsan rohanni a másikra, vagy eszközöket nem tudtunk úgy biztosítani. Tehát mindenhol volt valami, amiben egy kicsit így hiányérzetem volt, és akkor jött a gondolat, hogy tök jó lenne, hogyha egy helyen lennénk. Viszont meg kell mondanom, hogy ez nagyon bátor döntés volt, mert akikkel így szakmai kapcsolatban voltam, mindenki azt gondolta, hogy ez így nem lesz jó, mert hogy az a legideálisabb, ha mondjuk iskolákban, azokon a helyszíneken vannak a foglalkozások, ahol a gyerekek könnyebben elérhetőek, és a szülőknek nem kell vinni a gyerkőcöket A-ból B-be. Úgyhogy egyáltalán nem volt biztos, mikor belevágtunk, hogy ez működni fog így. De bejött. Hát nagyon-nagyon-nagyon szeretjük. Értem. Ugye nagyon sokan azt gondolják, hogy a tánc az egyszerű dolog, aki valaha is táncolt bármilyen táncot, és előtte pedig nem tette, az azért rájön arra, hogy ez egy rendkívül komoly felkészülést igényelő történet. Erről a rock'n'roll sporttáncról pedig ugyanez elmondható, sőt, tehát megfelelő fizikális állapot, mentális állapot, felkészültség, bizalom, az a fajta szakmai attitűd, amit az adott esetben a mester, az edző képvisel, azt el kell sajátítani. Ez nehéz feladat, hiszen azért tudjuk, hogy nyilván itt most a versenyekről beszéljünk, a felkészülés mindenek feletti. Igen, nehéz feladat, főleg, hogy ugye nyilván emberek vagyunk, tehát mindenkinek más kvalitása az, ami erősebb. És egy formációban, ugye mi leginkább formációban dolgozunk, tehát formációkban úgy közösen dolgozni, hogy közben más-más erősíteni való feladatunk van egy-egy táncos esetében. Ezt így összehangolni, és globálisan is, illetve egyénre szabottan is fejleszteni a gyerekeket nehéz feladat, de nagyon szép munka. A sok-sok kicsi és nagy főnix közösséget alkot? Hiszen ez is fontos. Azt gondolom, hogy igen. És ez szerintem nagy erősségünk. A többi rock and roll klubhoz képest mi kicsik vagyunk. Pont amiatt, hogy csak egy helyszínen létezünk. De talán pont ez a kis létszám, viszonylagos kis létszám adja azt a családias közeget, hogy bátran mondhatom, hogy igen, a Phoenix az egy erős közösség. És nyilván az egyesület vezetése is egy egységes csapatot alkot. Hát igen, igazából. Hogy születnek a koreográfiák, ki dönt? Hiszen nyilvánvaló, hogy a koreográfia mindenek felettisége az él ebben a sportágban is. Igen, hát nálunk ilyen egy személyben vagyok a mindenes, úgyhogy a koreográfiákat én szoktam. Először azt kell kitalálnom, hogy milyen témában, milyen karakterekben gondolkodom egy-egy formációnál. Utána jön a ruha és a zene, és akkor utána az utolsó lépés végül is maga a koreográfián. Van egyébként olyan, hogy magyar, illetve európai standard, ami mostanában divatos? Vannak irányzatok, inkább így fogalmaznék, amikkel úgy látja az ember, hogy jobban, könnyebben elérnek sikereket. Ezeket figyelni szoktam, de amivel nem tudok azonosulni, azt nem feltétlenül követem. Tehát ez érzelmi kérdés is bizonyos értelemben. Igen, nagyon fontos, hogy én azonosuljak a produkcióval, mert akkor fogom tudni kihozni belőle a legjobbat. Hogyha valami tőlem távol áll, akkor az nem fogom tudni olyan
maximalizmussal megalkotni, ahogy én így elvárom pedig, magamtól. Már pedig ez mindenképpen fontos nyilván, és nem csak az eredmények okán, hiszen ha valaki nem bízik valamiben, és elsősorban önmagában, akkor abból ritkán születik eredmény. Nos, beszéljünk egy kicsit a csoportokról. Ugye itt van nekünk a tojáshéj csoport. Ez csodálatos elnevezés egyébként. Hát ők a 3-4 évesek, ugye ők a legkisebbek. Igazából én a tojási és az ovis csoportra, tehát a legkisebb táncosokra azért vagyok nagyon büszke, mert nagyon sokszor azt érzem, hogy ha nem is a rokit választják a későbbiekben sportágként, akkor is ezzel a két foglalkozással egy nagyon jó alapot tudok átadni a gyerekeknek, mert itt nem feltétlenül a táncé a főszerep ezeken az órákon, hanem minden oldalról megközelítve próbálom a gyerekeket fejleszteni és a mozgás szeretetét átadni nekik, úgyhogy hát a legcukibb edzések azok. Egyértelmű. Nyilván. Gondolom a szülőknek is nagyon tetszik, hiszen a mozgáskoordináció ebben a korban is nagyon fontos, és itt lehet megtanulni mindazt, ami aztán az ovis korban már fejleszthető. Így van, és azt is nagyon jól látni szerintem a szülőknek, hogy ennyire pici gyerekek képesek arra, hogy úgymond beálljanak a sorba, tehát részt vegyenek úgy a foglalkozáson, hogy odafigyelnek, hogy tudják az óra menetét, tudják, hogy mi az órának a kerete, nagyjából miután mi következik, tehát igazi kis mini sportolók vannak ott az edzésen. Nyilván ez is a célja a tojási csoportnak, tehát azt szoktam mondani a szülőknek, hogy elsősorban ne azt várják el a gyerkőctől, hogy bejön a kis 3 éves lányka, és akkor ő majd mindent lekövet, hanem ez legyen a cél, hogy minél több mindent tudjon lekövetni, minél több mozdulatot tudjon elsajátítani, minél jobban tudjon koncentrálni, figyelni rám, és hogyha már azt elérjük egy 3 éves gyerkőcnél, hogy figyel az edzésen, és leköveti, és próbálja csinálni, és törekszik arra, hogy egyre jobban meg tudjon csinálni egy-egy feladatot, akkor már tök jók vagyunk, és igen, akkor innentől irány előre. Nyilván ez a folyamatos fejlődés záloga, aminek az eredménye, hogy az ovisok nyilván már egészen más, így bizonyos értelemben más szintet képviselnek. Igen. A szivárványékról meg nem is beszélve, akik ugye a 6-7 évesek. Igen. Nagyon törekszem arra, hogy az egyes óratípusok között legalább annyi különbség legyen, mint hasonlóság. Ez szerintem nagyon fontos, mert az a biztonságérzet az megmarad nekik, ami kialakul már a tojási csoportnál. Tehát egyfajta bizalom ugye felém, illetve a kötődés a mozgás felé az kialakul a tojási csoportban, és hogyha nagyon radikális különbség lenne a két csoport között, akkor talán azt érezhetnék, hogy valami új helyen vannak, vagy valami új dolgot képviselnek. Viszont, hogyha megtartom ezt az átfedést, hogy sok a hasonlóság, és amellett vannak az újdonságok, akkor tulajdonképpen ők észre sem veszik, hogy egy szintet léptünk. Mi a vízválasztó? A szivárványcsoport már vízválasztó? Igen, tehát amikor a rokival... Vagy az iskolások? Amikor a rokival elkezdenek ismerkedni, tehát az akrobatikus rock'n'roll műfajjal, akkor az egy nagy vízválasztó szokott lenni, mert tényleg nagyon nehéz. Így szoktam fogalmazni, hogy az elején totál kínai lesz nekik, ez biztos, de ez így van rendjén, tehát ha bárki meg tudná csinálni, akkor nyilván nem lenne akkora értéke a dolognak, tehát amikor rokizni elkezdünk, mert az ovisokkal én abszolút nem rokizom még, tehát sem a tojási csoporttal, sem az ovis csoporttal nem megyünk bele az akrobatikus rock'n'roll alapjaiba, csak ha már ezt a 6-7 éves kort elérik, ott van egy kicsit mély víz nekik. Értem, tehát, de azért ez egy fontos pillanat. Arányosítsunk egy kicsit a kezdőktől, tehát ahogy elkezdik a tojási csoportban, na sokan eljutnak addig, hogy egyáltalán az akrobatikus rock'n'rollt kipróbálják?
Igen, addig sokan eljutnak. Azt gondoltam, hogy az lesz a kérdés, hogy a versenyző szintig, az már egy szűkebb. Mi? Nem, a versenyző igen. Szint az már fent van. Igen, igen, igen. Tehát az ovistól a roki elsajátításáig sokan eljutnak, igen. És a versenyzői szint pedig az nyilvánvaló az önmagában a kiválasztódás. Így van. Annak az, melyek, kiváltság. Melyek az alapjai, hiszen az bizonyos értelemben az tényleg kiváltság. Igen. Nagyon sok összetevős, hogy valakinek egyáltalán felajánljam ezt a lehetőséget, hogy versenyző legyen. Tehát ez nálunk úgy működik, hogy vagy a szülő jelzi felém, hogy a gyerkőc nagyon szeretne versenyezni, és akkor átbeszéljük, hogy én szakmailag mit látok, tehát esetleg mit kellene még megtennie ahhoz, hogy ez a vonal elindulhasson, vagy pedig én keresem fel a szülőt, és azt mondom, hogy egyrészt mind a tehetsége, mind pedig a hozzáállása megfelelő a gyerkőcnek ahhoz, hogy belevágjunk ebbe a rögös, de annál szebb útba, hogy versenyezzünk. Tehát ez rendkívüli felelősség. Igen, igen. Mindenképpen, mert nagyon sok a különbség azok között, akik úgymond hobbi szinten járnak hozzánk táncolni, vagy a versenyzőképzés az már egy teljesen más hozzáállást, időbefektetést, energiát igényel, és nem csak a gyerkőc részéről, hanem én mindig elmondom, hogy nem árulok zsákba macskát az egész család részéről, tehát hogyha valakiből versenyző lesz, az nem csak őt érinti, hanem családilag érinti és őket. És a csoportját nyilván, igen. Az edzőjét, tehát gyakorlatilag saját magán kívül azt az egész közösséget, amelyben versenytáncol. Így van, és ez nagyon fontos, hogy a szülők mérlegeljék, hogy ez vállalható-e számukra, vagy nem, mert tényleg a hétvégéig ugye rengeteg az edzés, az elfoglaltság, ami ezzel jár, és ez nagyon fontos, hogy ezt már az elején átbeszéljük, hogy ez az ő részükről egy vállalható dolog-e. Mert mivel csapatsportról beszélünk, azt a felelősségérzet miatt nem teheti meg senki, hogy a szezon közepén azt mondja, hogy fú, hát ez nekünk túl sok, ezt inkább mégsem szeretnénk, akkor azt a szezont már mindenképpen végig kell versenyezni. De a látvány az önmaga a csoda. Így van. Az elmúlt időszakban, ugye most a világkupáról beszéltünk, de meg annyi fantasztikus eredményt ért el az Egyesület. Ezek mennyire erősítenek meg a szülőt, versenyzőt, hiszen én azt gondolom, hogy azért ez fontos. Igen. Tehát a tükörben nézni, hogy remekül táncolunk, az egy dolog, de amikor egy szakmai zsűri erősíti ezt meg, akkor az azért nagyon jó dolog. Igen, ezt nem nagyon publikáltuk sehol, de az Egyesület életében egy óriási változás történt az elmúlt időszakban. Egy nagyon kemény szakmai döntést hoztam meg egy évvel ezelőtt. Mi a nyugat-magyarországi területi versenyek helyett most már a budapesti területi versenyekre járunk. Ennek több oka volt, de többek között az, hogy szakmailag egy sokkal nagyobb kihívás elé állítottam ezáltal a táncosaimat. A mi sportágunkban a budapestiek a legerősebbek, tehát őket megközelíteni, illetve esetleg eléjük kerülni, az hatalmas dolog szakmailag, és azt éreztem, hogyha az ő versenyrendszerükben kezdünk el versenyezni, az egy nagyon nagy motiváció lesz a táncosaim számára, és szerencsére úgy néz ki, hogy ez egy jó döntésnek bizonyult, hiszen nagyon megerősödtünk ezáltal, és országos szinten is tényleg olyan sikereket tudunk elérni, ami önbizalmat és további motivációt ad számunkra. Tehát megvan a konkrét jövőkép minden esetben. Így van, igen, igen. Nos, hát búcsúzóul egy idézet Benedek Dórától. Van egy hely, ahol fészekre találsz, szabadon szállhatsz, barátokra lehetsz, egy hely, ahol önmagad lehetsz, egymásért tehetsz és színpadra léphetsz, egy hely, ahol dübörög a rock'n'roll, csúszik a spárga és edzés után csak úgy beesel az ágyba. Ha mindez számodra szuperul hangzik,
akkor gyere és lépd át a Phoenix Táncközpont kapuit. Ez egy remek gondolatsor, még rímel is. Nos, hát történjék így. Én minden esetre köszönöm szépen azokat az eredményeket minden táncrajongó nevében, amelyeket a vezetéseddel elér a te csapatod, és hát további sok sikert kívánunk, és köszönöm, hogy megtiszteltél. Nagyon szépen köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Benedek Dóra volt, a Phoenix szakmai vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.